Óbudányi Diabló Táncklub most mutatkozott be először Zákány székben, és ahogy elnéztem a közönséget, nagyon nagy sikert arattatok. Mesélj nekünk egy kicsit a kezdetekről, amely még, ha jól tudom, nem is olyan régen volt. Igen, igazából 5 hónapos a tánc együttes. Februárban az interneten egy country táncossal megismerkedtem, és ő mesélt elől a világról, aminek 3 másodperc alatt a szerelmese lettem. És akkor én eldöntöttem, hogy én nagyon-nagyon szeretnék egy klubot, és március elején meghirdettem, és március 13-án 8 fővel megalapult a Diabló, és ezután pedig már semmi más nem következett, csak a kemény munka, a tánctanulás, és annyira nagyon szeretnénk, hogy a Diablók sikeresek legyenek, és hogy minél több emberrel megismertessük ezt a stílust, hogy idén október 5-én Bordányban lesz egy Diabló nap, aminek az első Diabló napot adtuk, mint nevet, és országos fesztiválról van szó. Országszerte 40-45 klub van, ebből 35 környékén valószínűleg el fognak jönni a visszajelzések alapján. Magyarországon 71 kerekesszékes country táncegyüttes van, ők is meg fognak bennünket látogatni, ők is fognak nekünk táncolni, a nyíregyházi No Techno Band fog nekünk zenélni, a szegedi Colorado és a budapesti Bluebirds, és a természetesen minden, ami a tánccal kapcsolatos, lesznek lovasaink, lesznek motorosaink, tehát ami a country világával kapcsolatos, és a természetesen nem maradhat el a rockzene sem, úgyhogy feltörekvő ifjú rockzenekarok is majd részt vesznek ezen a napon. Virágot szór a nap le ránk, várhatsz rám, kedvesem, most a kocsit érkezem, várhatsz rám, hosszú útról érkezem, várhatsz rám, kedvesem, most a kocsit érkezem, elmesélem, mi történt veled. Messze hangzik a kürszó hangja, te is meghallod, ha vársz, ma estére végállomáshoz érkezünk. Elhagytunk sok falut, várost, megismertem több országot, hozzád mindig visszaérkezem. Várhatsz rám, kedvesem, most a kocsit érkezem, várhatsz rám, hosszú útról érkezem. Várhatsz rám, kedvesem, most a kocsit érkezem, elmesélem, mi történt velem. Várhatsz rám, kedvesem, most a kocsit érkezem, várhatsz rám, hosszú útról érkezem. Várhatsz rám, kedvesem, most a kocsit érkezem, elmesélem, mi történt velem. Személy szerint korábban is kacérkodtál már a country, a western világával, vagy ez csak egy hirtelen jött szerelem volt számodra? Ez egy hirtelen szerelem, de úgy tűnik, hogy örökre is végtelen. Én táncoltam versenyszerűen régen, és én azt gondoltam, hogy miután már kiöregettem belőle, most már ez nem fog működni, de a country kiderült, hogy azt egyedül is lehet táncolni, illetve sortáncként is, és hát ez nekem nagyon szimpatikus volt, és hát a csapattársaimnak is úgy tűnik, hogy nekik is nagyon szimpatikus. Hogy fogadták a bordányiak, amikor először megláttak benneteket a színpadon? Hát én azt mondhatom, hogy nagyon nagy örömmel, és nagyon jó érzés volt, hogy akár a fiatalok, akkor az idősek egyszerre tapsoltak. Egyébként május 24-én debütáltunk Bordányban, és hát azóta folyamatosan a jövő héten megtartandó Kecske Fesztiválon is föl fogunk lépni, lesznek lovaslapok, ahol szintén, és hát Bajára megyünk szeptember végén az első csapatépítő táborunkra, ami 3 napos lesz, és reméljük ott is új táncokat fogunk tudni megtanulni. Az érdeklődési kör az úgy látom adott, tehát a zene, a tánc szeretete az mindenkinek szenvedélye, de milyen területekről érkeztek a tagok? Úgy látom, hogy életkor szerint is azért elég nagy a szórás. Igazából nem tudom pontosan megfogalmazni, mert tehát mindenki, tehát van tanár, van cukrász, van általános iskolás. Jó magam, rendezvényszervezőként kezdtem ebbe az egészbe bele, úgyhogy nem tudok azt mondani, bárki jöhet. Jöhetnek nyugdíjasok is, bár a Bordány nyugdíjas klubban még nem egyeztettünk, bár őket is nagyon szeretnénk bevonni ebbe, mert hogy időseknek is vannak koreográfiák, amiket ők is el tudnak táncolni. Hány Diabló van jelenleg? Mennyi a tagság? Hát most 10 voltunk itt, akik táncolunk, de pártoló tagokkal együtt 20 fő fölött létszámoljuk őket. És aki kedvet kapott, mert hát szerintem lesznek majd még jelentkezők. Jelentkezhetnek nálatok? Vártok még új tagokat, vagy van egy szám, ami fölött már nem mehetnek többen?
természetesen várunk minden jelentkezőt, akinek kedve van. A Facebook oldalon megtalálják a Diablo Line Dance Fordány oldalon, ott mindenféle elérhetőség megvan, vagy ha Facebookon megkeresnek engem, mint Börcsök Beát, akkor én is felvilágosítást tudok nekik természetesen adni. És bármikor jöhetnek, szerdán és vasárnaponként tartunk klubnapot, este 7:30-kor a Bordányi Faluháznál. Arriba, arriba, abaco, abaco.